Csütörtökre ígér részletes tájékoztatást a központi nyomozó főügyészség a Magyar Péter által leadott hangfelvétel ügyében, hogy indulhat-e eljárás a felvételen elhangzottak miatt, illetve hogy megkérdőjelezhető-e annak hitelessége, arról Schiffer Andrást kérdezzük. Schiffer András ügyvéd a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét köszöntöm. Kívánok. A hangfelvétel nehezen hallható, de feliratozva van, de nagyon sok minden így is zavaros, vannak benne félmondatok, be nem fejezett mondatok. Önnek mennyire sikerült rekonstruálni, hogy pontosan miről beszéltek ezen a felvételen? Én a leíratot olvastam, nem vagyok hajlandó meghallgatni. Tehát én azt gondolom, hogy másoknak a magánéletéhez az embernek nincs köze. Ez elég szomorú. Az egész magyar közéletre nézve, hogy itt tartunk, hogy most tényleg egy való világ sztori folyik a Csapból is politika. Azután sem hallgatta meg, hogy azt mondta Varga Judit, hogy nem az, hogy kényszerítve volt, de hát ugye, hogy abuzált őt hát Magyar Péter, és azért válaszolgatta ezeket. A leíratokat elolvastam a Telextől kezdve, egy számtalan portálon ez lejött. Elolvastam a különböző értelmezéseket. Érdekes mondom, pont Hatházi Ákos írta viszonylag hamar egy elég pontos értékelést erről, hogy hát egyértelmű, hogy csőbe húzták. És bocsánat, ez egyébként a leíratból is lejön, hogy ez egy csőbehúzásos... Mert Varga Judit. Persze. Hát először, amikor Magyar Péter ezzel házolt, hogy van egy ilyen hangfelvétel, illetve még a nyilvánosságra hozata, tehát a nyilvános bejelentés előtt én erről értesültem, akkor... Én azt gondoltam, hogy hát biztos az a nagy sztori, hogy a miniszter hazamegy, és hát bocsánat, elkezd öröngeni. Hát ez számtalan emberrel megesik, amikor a munkahelyről hazamegy, és éppen a munkatársaival, kollégáival baja van, és elkezd öröngeni, és hát ott mond mindenféle cifrákat, akár Rogán Antalra, akár másokra, akár a Sadl ügyet minősítés, hát az tényleg izgalmas. Változtat-e ez valamin, hogy azt mondja, ugye, hogy csőbe húzták, ez elég jól hallható, vagy az leíratból is látható. Változtat-e a tartalmán, a megítélésén? Egyébként Magyar Péter előtte valóna beszélt a hangfelvétel körülményeiről a Gulyás Egyő Médrek, és azt mondta, hogy azután rögzítette a felvételt, miután Varga Judit azt mondta, hogy nem lehet ebből a maffia kormányból szabadulni, ez ugye nincs is a hangfelvételen, nincs. De miután ezt elmondta Varga Judit, azután vette fel, és tulajdonképpen elismételtette vele. Jó, tehát még egyszer. Az, hogy erről nekem mi a magán, ha úgy tetszik, morális értékelésem, ezt igyekszem magamnak megtartani. A jogi értékeléséről annyit, hogy nyilván majd a megfelelő nyomozati szervek értékelik a hangfelvétel minőségét is, és a többi, az, hogy hiteles lenne a hangfelvétel, ezt Varga Judit sem cáfolta. Ami itt erős magyarázatra vár. Hát egyrészt számomra az is magyarázatra vár, mert az se annyira magától értetődő, hogy bár én nagyon mellette voltam annak az alkotmányozási viták során, hogy kormány alá rendeljék az ügyészséget, de még ha, mint hogy az Egyesült Államokban is az igazságügyminiszter van az ügyészi szervezet csúcsán, még ha ez is van, akkor sem természetes, hogy konkrét ügyekben a minisztérium tisztviselői bejárkálnak. De hagyjuk meg, hogy erre az igazságügyi tárcának lehet, ha úgy tetszik, valid magyarázata. Ebben az időben a végrehajtói kar az igazságügyi minisztérium törvényességi felügyelete alá tartozott. A mai napig a szabályozási terhe a bírósági végrehajtásnak az IM-re nehezedik. Oké. De ugye erről Varga Judit első kézből tud beszámolni a hangfelvételen. Mondom még egyszer, ez is kérdéseket vet fel, amit a parlamentbe föl lehet tenni, és hát az ügyészségen belül is föl lehetne tenni. Na de, ami igazán érdekes, hogy bár ezt sokat kézi információ lehet a szöveg alapján Varga Juditnál, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda emberei bejártak konkrét ügyre vonatkozóan, engem az se érdekelt, hogy a kéréseiket megfogadták, vagy nem fogadták be. Ha csak az történik, hogy bemennek a miniszterelnöki kabinetiroda munkatársai, és konkrét büntető ügyben őket fogadják ügyészek, és tárgyalnak konkrét büntető ügyről, én azt gondolom, hogy ez már önmagában a hivatali visszaélés gyanúját felveti, és ha ez így volt, nem tudjuk, hiszen Varga Judit a forrásait sem nevezte meg, szövegkörnyezet alapján ez egy sokat kézbeli információ, de ha ez így volt, akkor viszont Rogán Antalnak azonnal távoznia kell.
Azt mondja Magyar Péter, vagy mondta a hangfelvétel nyilvánosságra hozott előtt, hogy három dolgot fog bizonyítani ez a felvétel. Az egyik az, hogy Rogán Antal tudott a Sadol-ügyről, a másik az, hogy a kormánytagok már fél évvel Sadol meggyanúsítása előtt tudtak arról, hogy megfigyelés zajlik. Erről később tájékoztatták Völner Pált, aki akkor ugye igazságügyi államtitkár volt, és a harmadik az, hogy Rogán Antal és vagy Rogán emberei bementek az ügyészségre és manipulálták az ügyészségi iratokat. Ezekből maga a hangfelvétel bizonyít-e bármit? Az első kettőt nyugodtan kihúzhatjuk, hogy Rogán Antal, nem Rogán Antal, a kormány, vagy a kormány tagja, a kormány vezetői mikor tudhattak róla, illetve mikor, hogyan értesíthették Völner Pált. Ebben nem Magyar Péter dobta le idézőjelbe, tessék érteni, az atomdubombát, hanem a Telex Weiler Vilmosnak volt egy kitűnő tényfeltáró cikke, még Magyar Péter hangfelvétel időzítése, tehát a 9 órát megelőzően, szerintem az egy sokkal, ebből a szempontból sokkal fajsúlyosabb és elgondolkodtatóbb tényanyag, mint maga ez a hangfelvétel. Az, hogy eleve, tehát egyfelől azt mondom, hogy ez egy olyan hangfelvétel, hogy Rogán Antalnak azonnal helikopterre kell szállni, és el kéne húznia innen oda, ahol nincsen kiadatás, és a kormánynak meg le kell mondani. Így van. Ez egy erős állítás. Ehhez képest nem, hogy az nem igazolódik, hogy Rogán Antal és vagy az emberei. Eleve engem elgondolkodhatott, hogyha nekem egy ilyen tuti bizonyítékom van, akkor nincsen, hogy Rogán Antal és vagy az emberei, hanem meg tudom mondani, hogy Rogán Antal, Nagy Ádám, Gipsz Jakab, ki az, aki bement. De én is azt mondtam most az előbb, hogy Rogán Antalnak le kell mondania, hogyha ez bebizonyosodik. Hát még egyszer, ha bebizonyosodik, hogy az a miniszterelnöki kabinetiroda, amelynek ebben az időben sem az ügyészséghez, sem a végrehajtási szervezetrendszerhez szemben az IM-mel semmiféle köze nem volt, és mégis a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében bizonyos személyek bemennek, és itt álljunk meg egy pillanatra, arról a hangfelvétel semmi bizonyító erejű dolgot Varga Judit nem mond, nem állít, hogy konkrétan kivettek szemben azzal, amit Magyar Péter beharangozott. Hát nem arról szól. Magukat kihúzatták, Martonovit, Dettit említi, ilyen főtanácsosa. Kihúzatta, és volt, amit nem a Martonovics Detti, ő az IM-nek a főosztályvezetője, de hogy a kabinetiroda ember, ő számol be valamit a főnökének, hogy a kabinetiroda emberei bennjártak, és az ügyészség valamit megfogadott, valamit nem. Tehát nem közvetlenül a miniszterelnöki kabinetiroda ment oda és húz. Nézzük de mondom, nem akarok a részletekbe elveszni. Most szeretném, hogyha egy picit itt elvesznék, mert szerintem ezt nagyon sokan megértik, én ezt a részt ki is írtam magamnak, így hangzik a beszélgetés. Varga Judit azt mondja, persze magukat kihúzatták a Martonovics Detti, Magyar Péter, az eredeti doksiban, vagy csak ami megjelent, Varga Judit. Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de javasolták. Azt nem mind tartották hát be, így van. Magyar Péter. És most meg azt mondják, hogy te embered menjen be és nézze meg, hogy mi van benne, van-e még bármi, ami lehet benne, Varga Judit. Hát igazából az a baj, hogy új dokumentumok is most már vannak benne, mert látszik. Tehát kihúzottak valamit Martonovics Dették, aki az IM-nél dolgozott, a nyomozati anyagból, de az ügyészségnél is ki kellett az eredeti anyagban. Tehát, hogy mit jelent ez pontosan? Tehát, mondom, hogy itt azonnal vizsgálatot kéne indítani az ügyészségen belül, de akkor megérkeztünk egy kulcskérdéshez, ami egy elég alapvető problémája a magyar igazságszolgáltatásnak a rendszerváltás óta. Most túl azon, hogy a magát vizsgálja most az ügyészség. Pontosan ezt akarom mondani, nekem a parlamentből való távozásom előtt pár hét, ez azt hiszem az utolsó ilyen törvénymódosítási javaslatom talán éppen az volt, hogy miután egy fekete lyuk van a rendszerben, hogyha valaki bűncselekményt követel ebben az országban, hogy kik azok, akik felett gyakorlatilag nincsen ilyen értelemben törvényességi felügyelet, tehát ha a miniszterelnök, az államfő, alkotmánybíró, stb. Elkövet egy büntetet, akkor világos, hogy kinyomoz. És ez abban az időben is volt ilyen, hogy ügyészi vezetőkkel szemben indult büntető eljárás, kifolytatta le az ügyészség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos fogyatékosság a magyar demokráciának. 89 óta mindenképpen előtte nem volt demokrácia, tehát nagyon sürgősen a kúriánál kellenének olyan nyomozó bírók, akik az ügyészi vezetők vagy az egész ügyészi szervezetet érintő bűncselekmény gyanúja esetén vizsgálatot indítanak. Ez alkotmánymódosítás kellene? Hát persze, hogy alkotmánymódosítás kellene, csak ez önmagában egy abszurdum, hogy mondjuk, hogy hú, bűncselekmény, nem tudjuk, de azt én is ugye mondom, ha bebizonyosodik az, hogy Rogán Antal emberei, tehát a miniszterelnöki kabinetiroda tisztviselő, nem tudjuk, és ez nem egy első kézi vallomás, amit hallunk, vagy hallhatnak, vagy olvasunk,
tényleg benn jártak konkrét büntető ügyben, egyébként nem csak a Völner eset, bármilyen konkrét büntető ügyben, ami ráadásul a hatásköröket nem érinti, ez önmagában a hivatali visszaélés gyanúját felveti az ügyészség részéről is, és a kabinetiroda részéről is. Viszont kinek kell megindítani a nyomozást? Az ügyészség. Az ügyészségnek, akik azt mondják, hogy megindították a nyomozást, megvizsgálják a felvételt is. Tegnap itt volt Hak Péter és Zamecsnyi Péter, és mind a ketten azt mondták, hogy ezeknek a dolgoknak, amiket most ön felsorolt, villámgyorsan utána lehet járni, mert az ügyészség iratok eltüntetése, átírási, s a nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is, ez van egyébként az ügyészség közleményében, tehát nem lehet nyom nélkül belőle kihúzni dolgokat. Vélhetően így van, ez hát azért Hak professzor úr azért a büntetőeljárás jognak szemben velem, nem hogy avatott szakértő, a legnagyobb szakértője, de ma reggel azt hiszem az Indexen Borbély Zoli barátom, aki szintén nálam tapasztaltabb ügyvéd büntetőügyekben, azt is elmondta, hogy világosan kihámozható még az is az ügyészségnél, hogy adott időpillanatokban kik léptek be az ügyészség épületébe. Akkor ezt, akik kihúztak belőle dolgokat, hát, ha igaz, kihúztak. Kihúztak, akkor ez az állítás, a hangfelvételem, mert ez az állítás, akkor nem ezt tudták, hogy mit kockáztatnak? Hát ha igaz, de hát, még ha igaz, egyszer mondom, azt hozzáteszem, hogyha igaz. Most haladéktalanul már csak az ügyészség presztízse érdekében is haladéktalanul ki kéne vizsgálni, csak arra próbáltam az imént rávilágítani, hogyha az ügyészség esetében merül fel bűncselekmény gyanúja szemben a bírósággal, alkotmánybírósággal, kormánnyal, bárkivel, az ügyészség az egyetlen szervezet, aki önmaga ellen fog nyomozni, önmagát felügyeli törvényességi szempontból, és ez nem 12 éve, hanem 34 éve, vagy igen, 35 éve egy súlyos fogyatékossága a magyar rendszer. Jó, hát annyi szála van ennek az ügynek, hogy még 20 percig tudnám kérdezni, de most már tovább lépek, mert nincs annyi. A másik oldalon számíthat-e például feljelentésre Magyar Péter? Ott is két szál lehet, az egyik ez a családon belüli erőszak vágya, amiről most szó van. A mai nap majdnem, hogy erről szólt, amire Varga Judit tegnap ugye kettő posztban számolt be, illetve ma egy interjúban számol be, illetve a rágalmazás, ezt is írta Varga Judit az egyik posztban, nagy nyilvánosság előtt rágalmazást követett el Magyar Péter, és akkor még ott vannak ezek a bizonyos felvételek, amiből állítólag több is van, bizonyítékok visszatartása, és a többi. Akkor menjünk visszafelé. Bizonyítékok visszatart, mármint, hogy kitart vissza. Hát mondjuk ennek a hangfelvételnek, vagy ugye Magyar Péter, amikor kijött az ügyészségről, azt mondta, hogy van még olyan hangfelvétel, ami bizonyító erejű, és kormánytag van rajta. Például az ügyészség vajon azt a hangfelvételt bekérette már Magyar Pétertől? Ezt nem tudjuk, erről az ügyészséget kéne megkérdezni, vagy Magyar Pétert. Ami a rágalmazást illeti. Persze ez joggal merülhet fel, kölcsönösen ilyen esetben, tehát mind a két volt házastárs oldaláról, mert ugye ezzel Magyar Péter is jöhet, és Varga Judit is jöhet. A gond viszont az, tehát hogyha például Magyar Péter veti föl, hogy a felesége, volt felesége rágalmazást követel vele szemben, azért az a rossz hírem van a számára, hogy onnantól kezdve, hogy ez nem egy szimpla családi veszekedés, hanem ezt a valóságsót most már egy ország élvezheti. Magyar Péter nem titkoltan, sőt büszkén azzal lépett elő, hogy erre ő politikai pályát kíván építeni. Tüntetés szervez erre az egész műsorra építve. Innentől kezdve az Alkotmánybíróságnak van egy töretlen gyakorlata. Tehát itt közügyekről van szó, sajnálatos módon a magánügy közügyé vált, ez elég nagy baj egyébként. És közügyekben, ha csak nem valaki teljesen tudatosan valótlant állít, ugyanúgy, hogyha Magyar Péter azt feltételezi, hogy őt Rogán Antal már korábban is megfigyelte, fenyegette, stb. Ez egy tényeken alapuló vélemény, még akkor is, hogyha fals vélemény, ugyanígy, hogyha Varga Juditnak az a megélése, hogy őt bántalmazta a férje, ez ebben a pillanatban sajnos módon kilépett a privát szférából, én ezért is érzem magunkat kellemetlenül ezzel az egész történetben. Hát annyira kilépett, hogy még Bojár Zsolt is a mai Magyar Nemzetben, nem tudom, hogy olvastál, hogy nagyjából 10 éve utálják, kerülik, megvetik, és a többi, és egyébként 10 éve tudták ezt a tehát Fideszben, magyarul, hogy mi történik azért, ebben a családban. Tehát nagyon jó lenne, hogyha ennek az egész műsornak baromi gyorsan vége lenne, és egy családi házassági drámát vagy poszttraumát nem egy ország előtt rendeznének le. Ez méltatlan hozzájuk, és méltatlan Magyarországról is. Ez a magyar politikának nem erről kéne szólni, ennek semmi köze a politikához, amit itt látunk. Megjegyzem, annak is önmagában kevés köze van a politikához, hogy valakinek annyi az állítása, hogy Orbán Viktor lop, vagy Rogán Antal lop.
Csak azt szeretném mondani, hogy ez az egész méltatlan műsor, amit most nézünk mindahányan, 10 milliónyian, ebben kőkeményen benne van egyrészt a kormány propaganda munkája. Tehát, hogyha kimegyünk az utcára, és azt látjuk, hogy különböző ellenzéki fejeket, politikusokat, különböző jelekkel fölrajzolnak, ilyen minden dollár baloldal, kilóra megvették őket, nem is tudom, már immunis vagyok, hogy megegyezzem ezeket a marhaságokat. A kormány tizenvalahány éve pontosan a valóság sok nyelvén, primitív szintjén kommunikál az állampolgárokkal. Másik oldalon, akik azt gondolják, hogy a kormányváltáshoz elég az, hogy rábizonyítom Orbán Viktorra, hogy egy tolvaj gazember, és megígérem az embereknek, hogy börtönbe fogom juttatni, de sem Magyarország jövőjéről, sem arról, ami a világban zajlik, nincs gondolatom, és nem is lesz gondolatom, és ez elégséges a kormányváltáshoz. Na, ez az ellenzéki politizálás szintén a Magyar Péter jelenségben kőkeményen benne van. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.